mindenki hozzátett olyan dolgokat, amik persze a pontdobás, persze, mert a játékunkból adódóan abból, hogy a Bolyan meg én, nálunk többet van a labda, nem tudom hányat dobtam rá, ha 20-at? Nem tudom mennyit, tök mindegy. Nyilván több pontot fogunk dobni. Akkor majd megtaláltam. Tudjuk, hogy ez a játék, mindenki tudja a feladatát. Én azt gondolom, hogy most már nagyon régóta, hogy a külföldön vagyok, és megláttam azt, hogy mikor sikeres, mikor tud egy csapat sikeres lenni, és akkor, hogyha mindenki tudja a csapatban, hogy mi a helye. És azt gondolom, hogy ez a csapatban mindenki tudja, hogy milyen munkát kell elvégezni ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Lehetnek rosszabb és lehetnek jobb napok, de mindenkinek az érdemez a győzelem, kezdve a cseréktől, kezdve a mindenkit. Nem akarok most neveket sem mondani, mert tényleg mindenki. A legjobbkor jött a tripla, az első talán a tornán. Igen, szerencsére a legjobbkor össze, nagyon örültem neki, és mindenki örült neki, gondolom, fantasztikus hangulat volt az egész mérkőzésen, a hangom el is ment. Úgyhogy olyan boldog vagyok, hogy tovább jutottunk. Én nagyon sokszor cserét kértem, én nagyon sokszor elfáradtam, hogyha volt egyszer-kétszer, hát patogattam a labdát 20 másodpercig fönt, közben nyomás volt rajtam, úgyhogy nagyon sokszor elfáradtam, és akkor rögtön cserét kértem, hogy egy perc leüljek, szusszanjak egyet, vigyek egy kis vizet, és ugye menjek vissza, és utána megint újult erővel tudtam. Én azt gondolom, hogy mindig az a jó, hogyha az ember 100%-ot tud nyújtani, most ott ellébecolok a pályán, annak nincsen értelme. Nagyon elfáradtam, az biztos, persze, egymás után két mérkőzést játszani, egymás után 38-40 percet játszani, az nagyon nehéz, de hát megcsináltuk, úgyhogy örülök. Milyen volt egy ilyen meccset játszani, ilyen hangulatban, ekkora feszültség? Igazából úgy gondolom, hogy végig nyugodtak voltunk, néha egy kicsit kapkodtunk, de igazából a legfelelőbb, legjobb pillanatkor higgadtak tudtunk maradni, és be tudtuk húzni a mérkőzést, de a hangulat, mondom, fantasztikus volt, hazai pályán éreztük magunkat, fantasztikusak voltak a magyar szurkolók. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell ünnepelni. Persze lesz egy mérkőzésünk, hála Isten, holnap szünnap is van, úgyhogy lesz egy kis szuszanási időnk, de hát ezt meg kell ünnepelni. Ez egy óriási dolog, és én azért vagyok boldog, mert tényleg mindig, amikor az ember kitűz egy célt maga elé, és ezt eléri, azt hiszem, nagyon jó dolog, mert az ember, legalábbis én mindig így próbálom az életemet élni, hogy mindig egy célt kitűzök, nyilván olyan célt, ami elérhető. Ezt kitűztük, és elértük. Úgyhogy most, és ahogy mondtam is az életem, most próbálom, akkor mi legyen a következő cél? Isztambul. Megyünk, és ott is neki megyünk valakinek, aki jön. Én azt gondolom, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy oda megyünk Isztambulba, és teljesen mindenkivel fogunk játszani, győzni akarunk.